két nap elteltével hogyan látja Orbán Viktor berlini útjának, Olaf scholz történt egyeztetésének és ennek az egész e, német vizitnek a jelentőségét? Először is egy kontextus szeretnék vázolni. Jól láthatóan a magyar kormány politikai nagyüzemben van, tehát e, keresi a szövetségeseket, Európai Uniós tagállamok vezetőit, abban a kérdésben, hogy a szankciókkal kapcsolatban kinek mi a véleménye, és hogy van-e hasonlóan gondolkodó politikus Európában, aki úgy gondolja, hogy a szankciók nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Másrészt pedig az Európai Uniós helyreállítási alap miatt is látom a folyamatos párbeszédet, nem csak az Európai Bizottság, hanem az Európai Unió tagországainak vezetőivel. Ebben egy eléggé kitüntetett szerepet kell, hogy adjunk a berlini látogatásnak, ami több naposra sikeredett. Érdekes módon Angela merkel is találkozott Orbán Viktor, ami arra utal, hogy a volt kancellár asszonynak még nagy befolyása van a német politikára. Olaf scholz is találkozott, a tárgyalások leginkább gazdasági jellegűek voltak, tehát a bilaterális kapcsolat a, a, a magyar és a, a német gazdasági kapcsolatoknak a megerősítéséről szólt. Amennyire a híreket, vagy amennyire a kiszivárgott híreket, és Orbán Viktor egyes. Sajtónak elmondott, nyilvánosan is vállalt véleményéből olvasni tudunk, ugyanis nem volt hivatalos sajtótájékoztató. Politikai kérdésekből továbbra is nagy a szakadék a német kancellár és Orbán Viktor között, ám gazdasági kérdésekben közös nevezőre kerültek. A CICELO rendezvényén tartott pódiumbeszélgetés viszont szerintem egyértelmű volt. Itt az odafigyelés, a kíváncsiság látszódott, tehát az, hogy eddig volt egy meg nem értettség Orbán Viktorral és a magyar kormány politikájával szemben, most pedig azt látjuk, hogy Európában egyre többen figyelnek a magyar miniszterelnök hangjára és a magyar kormány álláspontjára. Ez nagyon fontos azért, mert a következő időszakban fontos lesz az, hogy a magyar kormány szövetségeseket találjon a szankciópárti politikában, illetve az Európai Uniós helyreállítási alappal kapcsolatos vitákban. Ez a fordulat okozhatja azt, hogy bár vártuk, hát idézőjelbe idézőjel téve vártuk, de valószínűsíthető volt, hogy azért megjelennek majd olyan nyilatkozatok, olyan közlemények, olyan cikkek a német sajtóban, ami a német közélet tarthatatlanságát vetítik előre, hogy egy ilyen vezetőt, mint Orbán Viktort fogadni merészelnek és felmerészelik engednie a pódiumra. Ezek elmaradtak. Ez ennek a része, a fordulatnak a része? Valóban, én látom ezt a fordulatot, azért nyilvánvalóan vannak olyan tagállamok, amelyeknél ez jelenleg politikailag kivitelezhetetlen, és hát a sajtó is, a nyugati sajtó is ez idáig nagyon ellenséges volt az Orbán kormány politikájával. Most látok egyfajta kíváncsiságot. Ez, hogy hova fut ki, az egy nagy kérdés, de az tény, hogy a magyar álláspont eddig meg nem értett volt, most pedig van egy odafordulás, is egy olyan válság alakult ki Európában a háború miatt, és hát egyre jobban érzik a tagországok vezetői is azt, hogy a szankciók nem vezettek eredményre, azaz nekünk jobban fájnak mint amennyire Oroszországnak. Hát nyilvánvalóan azokra az alternatív véleményekre, mint amit Orbán Viktor és a magyar Kormány képvisel, most kíváncsiak az emberek, és hogyha megnézzük általában az európai állampolgároknak a véleményét, akkor a kutatások is azt mutatják, most legutóbb Németországban került nyilvánosságra egy ilyen közvéleménykutatás, hogy az állampolgároknak vannak aggájaik a szankciókkal kapcsolatosan, sőt elutasítóak, sok országban, azokkal a szankciókkal kapcsolatosan, amelyeket egyébként a saját országoknak a vezetői elfogadták. Tehát egy ilyen demokratikus deficit kezd kialakulni az Európai Unióban, nagyon sok tagországban legitimációs problémák vannak, és hát a kormányok félnek nyilvánvalóan attól, hogy elsöpri őket a néparag, habár itt még nem tartunk, de azért látjuk a tüntetéseket számtalan európai nagyvárosban, és hát keresik a, kormány, a kormányok, vagy a kormányfők is, a kiutat ebből a helyzetből. Erre egy példa lehet a magyar kormány eddigi álláspontja. Ez a felmérés ugye azért egyfajta skizofrén állapotot jelez a német közvélemény részéről, mert egyfelől károsnak tartja többségük, jelentős talán a kétharmaduk károsnak tartja a brüsszeli szankciókat, ugyanakkor megint csak elsőprő többségük fenn is tartaná ezt. Lehet, hogy megtaláltuk a, a, nyugati, a, legújabbkori nyugati gondolkodás egyik problémáját ezzel a, ennél a részletnél? Hát az tény, hogyha a politikát és a politikához kapcsoló közvéleményt nézzük a Nyugat-Európában, akkor sok-sok ellenmondást láthatunk. Nagyon nagy a médiának az ereje, nagyon nagy a különböző tömegkulturális eszközöknek az ereje, és nyilvánvalóan itt a progresszív, liberális, soft politika, értékpolitika, metapolitika, az, ami nagy befolyással van az emberek gondolkodására és a közvéleményre. De én azért látok változást, tehát azért jól láthatóan az állampolgárok már kezdik érezni azt a válságot, amivel benne vannak, és én azt hiszem, hogy egyre inkább ez a válság elmélyül, egyre jobban, vagy egyre nagyobb mértékben fog változni a közvélemény is. Azért nem mindegy az, hogy hogy megyünk bele a télbe, azért nem mindegy az, amikor már le kell kapcsolni a fűtéseket egyes közintézményekben, és ezt a bőrükön fogják tapasztalni az emberek. Tehát egy ilyen helyzetben lehet bármilyen morális álláspontot képviselni, az emberek szükségletei fontosabbá fognak válni. Tehát én azt hiszem, hogy változás előtt áll az Európai Unió ebben a kérdésben. A nagy kérdés az, hogy az Európai Bizottság mit fog reagálni. Az Európai Bizottság nagyon távol áll a valóságtól. Az egyes kormányok viszont kell, hogy reagáljanak a közvéleményre, Ugye őket választásokkal ö, ö, szoktuk megválasztani, tehát a demokrácia alapszabályi szerint. Ők felelősek a választópolgároknak az Európai Bizottságnál. Egy újabb, illetve hát egy utolsó gondolat még a berlini beszélgetés kapcsán ahol elhangzott, vagyis amivel kapcsolatban elhangzott egy elemzésben az, hogy hát mind Orbán Viktor és Magyarország kérelhetetlen ellenségei, illetve barátai is hát vagy megdöbbent, rádöbbentek arra, hogy miről is szól ez a magyar nemzeti érdekeket előtérbe helyező vonalvezetés. Hát az előbbiek csoportjához tartozó politikus, aktivista, Daniel Freund zöldpárti úriember, aki számos kirohanást intézett már Magyarország, a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor ellen, szintén jelen volt ezen a rendezvényen, és nagyon sokat mondó az a videó részlet, amit kitett a közösségi oldalára. Ezen a videó részleten ugye rajta van az, ahogyan fölteszi a kérdését Orbán Viktornak, mindenféle német vége, cégeket, Magyarországon működő német cégeket vegzáló uh, dolgokat, vádakat, zsarolási manővereket említett a politikus, azonban a válaszra már valahogy nem maradt tárhely a telefonjában, vagy lehet, hogy a készülék éppen akkor merült le. Ez nagyon sokat mond, és valahogy jellemzi ezt az egész Magyarországot a jogállamisággal már egy időben egy ideje sakban tartó politikának a, a, a lényegét, hogy a kérdést felteszik, a vádat elmondják, aztán befogják a fülüket. Valóban azért kétségünk ne legyen, hogy az Európában nagyon nagy befolyással rendelkező progresszív baloldal a kíváncsiságát és az odafigyelését a jövőben sem fogja Magyarország felé gyakorolni. Egyszerűen nem érdekli őket az, hogy Orbán Viktornak mi a véleménye, nem érdekli őket az, hogy mik a tények. Egyszerű politikai boszorkányüldözésről van szó, aminek egyébként a logikája szerintem borzasztóan egyszerű. Arról van szó, hogy ameddig Orbán Viktor és a magyar kormány sikeres, és hát a választásokon a negyedik-kétharmad után ezt el lehet mondani, sőt, mivel most is nagy a legitimáció az Orbán kormány mögött, illetve a nemzeti konzultáció is nem sokára elindul, Ameddig ez a siker fennáll, addig a baloldali progresszív politikai csoportok Európa szerte támadni fogják a kormány, hisz a magyar kormány a jobb oldal számára mintaértékű, illetve sikereket ért el. Mert ezek a támadások meglátásom szerint folytatódni fognak. A tény nélkülöző, akár jogállamisági köntösbe bújtatott politikai szándékkal megfogalmazott vádak, meg lesznek a jövőben is, de én azt látom, hogy a válság azért kihozza az emberekből azt a fajta kíváncsiságot, és azt a fajta gondolkodást, ami talán ebben a helyzetben az Orbán kormány számára fontos lehet, megértsék azt, hogy mi a magyar kormány álláspontja, ugyanis azt látni kell, hogy ezek a szankciók, amelyek az Európai Unióban azért születtek meg, hogy Oroszországot térdre kényszerítsék, nem érték el eredményüket. Hát Oroszországnak kevésbé fáj, mint Európának. A magyar kormány erről beszél, ezt az állampolgárok egyre inkább érzik. Ezáltal az állampolgárok akár Németországba, Franciaországba, és így tovább sorolhatnánk még a tagországokat, egyre inkább kíváncsiak lesznek a magyar kormány véleményére. Minden esetre az uniós források ügye egy olyan pont, ami, ami mindenképpen hát figyelmet érdemel, és ami talán elmozdult arról a holdpontról, ami jellemezte az elmúlt időszakban. Lehet, hogy erre a háború vitrá, vagy a szükség vitte elsősorban a tárgyalasztal túlsó végén ülő Európai Bizottságot. Minden esetre kimondható az, hogy ma már közelebb vagyunk a megállapodáshoz, és az uniós források, a nekünk egyébként járó uniós források megszerzéséhez, mint korábban erre utalt egyébként Navracsis Tibor is a minap amikor azt mondta, hogy valószínű, hogy oda tehetjük majd a karácsonyfalá az uniós forrásokat. Na most ezzel összefüggésben, ugye bekapcsolódott ebbe az egész történetbe a pedagógusok bérének a rendezése, akár ide vehetnénk az önkormányzatok finanszírozásának a kérdését is, hiszen ugye nem egy, nem kettő, hanem száz és száz területre kellenek azok a pénzek, amelyek magyar költségvetésnek hívnak, és amelyeknek egy szerves részét képezik azok a források is, amelyek az Unióból érkeznek. Ezzel kapcsolatban ugye az Európai Bizottság támasztotta azt a feltételt, hogy egyebek mellett, hogy a pedagógusok bérét is rendezni kell, legalább a ha jól emlékszem, az átlagbér, a mindenkori átlagbér 80%-át el kell, hogy érjék. Legalább. A mindenkori diplomás. A mindenkori a diplomás, bocsánat, igen. Na most a kérdésem az, hogy milyen érdeke fűződik az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy, hogy minél jobb megfizetett, minél jobban megfizetett pedagógusok legyenek Magyarországon. Hát ez elsősorban nemzeti érdek. Azt azért látni kell, hogy a megállapodás a bizottságnak is, és Magyarországnak is most már érdeke. A bizottság azért állt ellen, és azért áll most is egy picit szkeptikus álláspontban, mert folyamatos politikai nyomás van rajta. A bizottságban is vannak olyan baloldali vagy progresszív politikusok, akik akár ezt a nyomást még növelnék is nagyon leegyszerűsítve a nekünk járó pénzeket nem adnák oda, de a közakarat az az, hogy ez a megállapodás megszülessen. Az Európai Parlamentben lévő baloldal viszont ezt nem akarja. Magyarországnak pontos programja van arra nézve, hogy a helyreállítási alapot hol is miképpen használnánk fel. Az Európai Bizottság megpróbálja azokat az egyetértési pontokat megtalálni, és a pedagógusok bére az ilyen, hogy ebből a helyzetből valamifajta kompromisszummal tudjanak kijönni. Ez egy nagyon bonyolult és szerintem egy egy nagyon hosszú alkudozási folyamatnak az eredménye. Minden esetre az, hogy a pedagógusoknak a mindenkori diplomás minimálbérnek a 80%-a legyen a bérük, az egyébként Európai Unióban is egy átlagosnak számít. Tehát erre a szintre való fellépés az sokaknak lehet, hogy kevésnek tűnik, de az egy nagyon nagy eredmény lenne. Az Európai Bizottság a hírek szerint azt akarja, hogy ez korábban jöjjön el, Valószínűleg az Európai Bizottság is próbál ebből a helyzetből úgy kijönni, hogy meg tudja magyarázni a, az európai baloldalnak, ami folyamatos nyomást gyakorol rájuk, hogy miért állapodnak meg Magyarországgal. Ez hát az egyik magyarázata az az, hogy nyilvánvalóan a, pedagógusnak a pedagógusoknak a bérét azt növelni kell. És éppen ezért nagyon furcsa az a fénytörés, ami a, az ellenzék legutóbbi időben felvállalt alapállását jellemzi, hiszen, hiszen azért az, hogy ők ugye egyfelől a beálltak, hát ahogy minden eddigi tüntetés mellé, most a pedagógusok tüntetése mellé is beálltak, egyfajta katalizátor szerepét próbáltak ebben, próbálták ebben játszani több-kevesebb sikerrel. Ugyanakkor az uniós források e, e, megszerzése ellen munkálkodnak. Hát hogyan fér össze ez a két dolog? Valóban óriási az ellenmondás, és nagy az inkonzisztencia, amit látunk most a baloldalon. Az ellenzék ugyanis a parlamentben, az Európai Parlamentben és a Magyar Parlamentben is most már jól láthatóan mindent megtesz azért, hogy a Magyarországnak járó uniós források ne érkezzenek meg. Az Európai Parlamentben ezt már azért évek óta látjuk, tehát megszavazzák a jogállamisági jelentéseket, amelyek politikailag motiváltak, tele vannak olyan vádakkal, amelyek valójában minden tényalapot nélkülöznek. Tehát az Európában, az Európai Parlamentben a magyar baloldal mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne jusson hozzá ezekhez a támogatásokhoz. De most már az itthoni parlamentben is, mert azt láthatjuk, hogy nem egységesek és sokszor nem vesznek részt, tartózkodnak, sőt, előfordult, hogy nem szavaznak azokra a törvénycsomagokra, amelyek ahhoz kellenek, hogy megkapjuk az Európai Uniós pénzeket. Tehát a baloldal itthon is és az Unióban is az ellen dolgozik, hisz az a célja, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál rosszabb a kormánynak. Egy elmélő válságban ők azt remélik, hogy, ő, hogy valamilyen módon a népszerűségük megnő, és ezért mindent most megtesznek. Miközben egyébként megpróbálják kihasználni a pedagógus tüntetést, megpróbálják olcsó politikai haszonra váltani az, ami egyébként teljesen jogos a pedagógus társadalom részéről. És én azt hiszem, hogy az ellenzéknek a tevékenysége kontraproduktív, tehát többet árt a pedagógusoknak, mint amennyit használ. Ennek ellenére megpróbálnak belőle politikai hasznot remélni, és itt valóban van egy nagy ellentmondás, hogy azok az Európai Uniós pénzek, amelyek Magyarországnak járnak, azok tartalmazzák a pedagógus béreknek a a növelését és a 10%-nál nagyobb emeléshez való összegét. Hisz a kormány a 10%-ot vállalta. A 10%-on felüli összegről van szó, és a, 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 magyar baloldal miközben arról beszél, hogy a, a, pedagógusok bérét növelni kellene, és a tüntetéseken is részt vesz, közben azon pénzek ellen dolgozik, amelyekből a pedagógus béreket lehetne rendezni. Tehát ez egy óriási jelentmondás, amit szerintem a magyar választópolgárok látnak, és épp ezért én azt gondolom, hogy ez középtávon is vissza fog ütni a baloldal fejére, nem növekszik a baloldalnak a népszerűség. sőt, ezekkel a, a, az akciókkal ugyanazt teszik, mint április harmadik előtt, tehát tovább mélyítik a saját válságukat. Pedig hát már árnyékkormányuk is van, és újabb árnyékkormányinfót is tartottak, az a furcsa, hogy, vagyis hát így elképzeltem, hogy mondjuk mit fognak egy év múlva mondani. Tehát miről fognak szólni ezek a kormányinfók, árnyék kormányinfók, hiszen azon kívül, hogy különböző mém-szerű, tényleg egészen groteszk jelleget öltő videókban jelennek meg általában, vagy ilyen kontextusban jelennek meg az ott elmondott dolgok, azok nem hiszem, hogy az ellenzék szekerét előrébb mozdítanák. Az álnyék kormány valójában egy ö, olyan célból jött létre, hogy átrendezze a baloldali viszonyokat. Tehát a Demokratikus Koalíció egyértelmű célja az az, hogy erőből megoldja az ellenzék és a baloldalnak a legfontosabb problémáját, vagy a legégetőbb problémáját, ami nagyjából azt jelenti, hogy soha ennyi párt még nem versenyzett a baloldali szavazatokért. Egy történelmi töredezettség figyelhető meg, az egykori hat pártból álló szivárvány koalíció romjain, ma már lassan 8 szervezet van, ha Újhely István alakít egy új pártot, amire megvan az esély, akkor már 9 szervezetről lesz szó. Ez egy óriási probléma, hisz az ellenzéki szavazók is úgy gondolják, hogy túl sok a baloldali párt. Ennyiféle és ennyi baloldali pártot a magyar ellenzéki szavazótábor nem tud és nem is akar fenntartani. Ezt érzékelve a demokratikus koalíció megpróbálja erőből megoldani, letolni a többieket a pályáról. Tehát ha ebből a kontextusból induljunk ki, akkor oly mindegy, hogy mit mondanak egy év múlva Gyurcsány-Ferencék, hisz nem az a cél, hogy valódi alternatívát állítsanak a kormánynak, hanem az, hogy letolják a többieket a pályáról és leuralják a baloldalt. Nagy Ervint, a XXI. század intézetelemzőit hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést.